Ha nem akarjuk elveszíteni azt, amit együtt elértünk, akkor össze kell fognunk. Mert higgyék el, látnunk kell a kulisszák mögé, a csendes ellenzék soha nem volt olyan vérszomjas, mint most. Szavazása buzdította a választópolgárokat Pócs János, aki a Sajtóklub újságíróival megerősített kormánypárti fórumán összefoglalta a választóknak, hogy 2010 óta mit tett le a Fidesz-KDNP kormánya az asztalra. A teljesség igénye nélkül Pócs János felsorolásában szerepelt, hogy visszafizették az IMF hitelt, elkezdték a kórházak fejlesztését a napi díj helyett, az önkormányzatokat felszabadították a hitelek alól, miközben szembeszálltak Brüsszellel a hazai rezsicsökkentés érdekében. Megoldották a súlyos munkanélküliséget és több területen áfa csökkentéseket indítottak el. Évek óta emelik a minimálbért, ami bérfelhajtó hatást indított el a cégek között, de devizahitelesek közül 1 millió embert mentettek meg, miközben 40-60%-kal javult a közbiztonság, és még a határt is sikerült megvédeniük az illegális migránsoktól. Megyejogú városi rangra fogjuk emelni Jászberényt. Szeretnénk, hogyha ezt együtt akarnánk. Higgyék el, ez pártokon felülálló szándék. És nem csak Jászberényről szól, az egész járság felemelkedését szolgálja. Önök is tudhatják, hogy a megyei jogú városokra ma külön minisztérium működik. A miniszterelnök a megyei jogú városokkal külön megállapodást kötött. Több ezer milliárd forintot különítettek el a megyei jogú városok fejlesztésére. Bennünket a redemció kötelez. A Jászság képviselője szerint szűkebb hazánk eredményei, gazdasági ereje, az ideérkező 160 milliárd fejlesztési forrás, az önállóság az oktatásban, a folyamatos fejlődés, a lobby sikerek mutatják, hogy a jász emberek munkáját egyre jobban megbecsüli a kormány. A fórum legtöbb politikai véleményét kiváltó témája a migráció kérdése volt. Van-e a Jászságban olyan képviselőjelölt, aki egyáltalán akarja, vagy képes arra, hogy megvédje az országot vagy a járságot az illegális migránsoktól. Én azt ígérem önöknek, hogy addig, amíg én vagyok a képviselő, nem is volt és nem is lesz a járságban egyetlen egy illegális migráns sem. Ha ezt a tényt kockáztatjuk, akkor meg kell értetnünk másokkal is, hogy ez nem nekünk szól. Ez egy olyan kockázat, amit az unokáink se fognak tudni visszacsinálni. A képviselőjelölt kiemelte, hogy ebben a kérdésben csak a Fidesz-KDNP kormánya védheti meg hazánkat a kötelező betelepítéstől és a soros tervtől.